Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, önök az Infotelevíziót látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Elsőként országos és térségi hírekkel, majd a programajánlóval jelentkezünk. Sümegen ülésezett az MSZP frakciója, ahol téma volt többek között az áprilisi választás és a térség problémái. A finisébe érkezik a kampány, ugye az április 12-i választást megelőzően, és ez csak véletlen egybeesés, de ilyen értelemben nagyon sok személyes élményről tudok beszámolni. Sajtótájékoztatót tartottak a héten Sümegen a családtámogatásokkal kapcsolatban. Bízom benne, hogy itt ebben a körzetben is mindenki számára többlet lehetőségeket jelent a magyar kormánynak a családtámogatási rendszere, és külön köszönöm azt, hogy az idén 100 éves védőnői szolgálatnak a szolgálathoz jöhettünk el, és önök adtak nekünk lehetőséget arra, hogy beszámoljunk ezekről az intézkedésekről. A Civil Összefogás Fórum sümegi programjával kapcsolatban Vég László, Sümegváros polgármestere adott interjút. Természetesen engem is megkerestek már az elmúlt néhány hét alatt többször is, hogy szerveződik ez a rendezvény, és egy pillanatig nem volt számomra kérdés, hogy részt veszek majd a rendezvényen. Autós zarándoklatot tartott Sümegen a Civil Összefogás Fórum. A vár messziről a ötkörös irányból érkezőknek megmutatta magát, megmutatta erejét. Maga biztosan, egyértelműen. Magunk fölé emel, a szószoros értelmében magasan tartja a mércét. A Fény nemzetközi éve keretében szervez előadássorozatot a Kisfaludy Sándor Gimnázium. Erem az üstököshöz elküldött az Európai Ügynökség egy szondát. Ez a szonda közel 10 évvel ezelőtt indult el, elindították az üstököshöz, és tavaly érkezett meg hozzá. Következő stúdióbeszélgetésünk vendége volt Jamrik Péter, közbiztonsági tanácsos, a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnöke. Ha ezt a 18 esztendőt egybe kell értékelnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres, eredményes, sok minden történt. Ha időszakokra bontom, akkor természetesen vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Kérem, tekintsék meg aktuális híreinket! A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének ülésén a Veszprém megyei polgármesterek részére tartottak tájékoztatót. Kiemelten a járási és helyi hivatalok együttműködésével kapcsolatban, másrészt a következő időszakban megjelenő pályázatokról. Aktuális önkormányzati ügyek is a napirendre kerültek. Ülésezett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A Veszprém megyei polgármesterek részére tartottak tájékoztatást a közigazgatás átalakításával és a járási önkormányzati hivatalok együttműködésének erősítésével kapcsolatban. A Norvég Alap támogatásával létrejött úgynevezett Manorka projekt célja, hogyan válik megvalósíthatóvá a norvég példanyomán a hatékony önkormányzati együttműködés. A másik, szintén informatív jellegű, a 2014-20-as Európai Uniós fejlesztési időszakra való felkészülés segíti, tehát ebből a szempontból fontos, hogy most halljuk, hogy hol tart ebben az ügyben a miniszterelnökség, hol tart ebben az ügyben a megyei önkormányzat. A 2014 és 20 közötti Európai Uniós fejlesztések általános tájékoztatójára is sor került. Ugye jelenleg Magyarországon 10 operatív program az, amelyen keresztül uniós források érkeznek Magyarországra. Jelesül ezek a gazdaságfejlesztés, a közlekedés, a környezetvédelmi terület, a területfejlesztés, van egy speciális program a közép-magyarországi régió számára, a közszolgálatfejlesztési program, vidékfejlesztés, halászat, valamint a rászorulókat támogató operatív program. A Veszprém megyei önkormányzat alelnöke reményét fejezte ki, hogy a települési és településfejlesztési operatív programban szereplő ötletekből jó projektek jönnek létre. A megyei önkormányzat nagyon örül minden olyan rendezvénynek, amelynek az a célja, hogy a helyi polgármestereket, azokat a személyeket, akik érdeklődnek pályázati források iránt, azokat tájékoztatni tudjuk. Ezt a mai rendezvényt is egy ilyen rendezvénynek tartom, és nagyon örülök annak, hogy a minisztériumtól is itt van egy olyan szakember, aki a pályázatokról és a pályázati forrásokról konkrét, exakt válaszokat tud adni.
Az uniós projektek első kiírásai várhatóan nyáron jelennek meg. 5 fő nemzeti fejlesztési prioritással, melyek között szerepel a gazdasági versenyképesség javítása, a foglalkoztatás és az energiaforrások hatékonyságának növelése, a társadalmi felzárkóztatás, valamint a helyi és térségi fejlesztés. Megtartotta éves közgyűlését a Balatoni Szövetség. A Balatoni Szövetség Szigligeten tartotta éves közgyűlését, módosításra került az alapszabály, elfogadták a beszámolót a 2011. évi munkáról. Módosították a kék hullámzászló minősítési rendszerét, valamint új önkormányzatok tagfelvételére is sor került. A közgyűlésen adták át az idei Balaton díjakat. A Balatoni Szövetség közgyűlése egyhangulag elfogadta az új önkormányzatok csatlakozását, így a szövetséghez tartozó települések száma 78-ra emelkedett. Ettől az évtől kezdve tagjai lettek a szervezetnek Balatonendréd, Ordacsehi és Káptalantóti községek, továbbá csatlakozott Veszprém is. Az együttműködésekben mindig azt kell keresni, ami közös pont, és Veszprém és a Balatonpart, különösen az Észak-Balaton vagy a keleti Balaton térségével napi kapcsolatban vannak a veszprémiek is, meg a Balatonparton élők is. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy mi hozunk ebbe az együttműködésbe, és az a szándékunk, hogy hozni szeretnénk azt a különlegességet, azt a gazdasági potenciált, azt a turisztikai attrakciót, amit Veszprém tud, azt mi ebbe az együttműködésbe behozni szeretnénk, és nem elvinni. A strandok minősítésével kapcsolatban új rendszer került elfogadásra. Bővültek a kategóriák, a szabad strandok minősítése is bekerült a kék hullámzászló értékelési rendszerébe, a családbarát, a sportos és a kerékpáros minősítés mellett. Úgy gondoljuk, hogy minden strandnál lehet fejleszteni. Minden strand még el tud jutni egy magasabb szintre, és ezt mi szeretnénk egy irányvonalat meghatározni, ezért lesznek 1, 2 és 3 csillagos kék hullám minősítésű strandok, lesznek kiemelt strandok, akik bizonyos szolgáltatásban jobbat nyújtanak, ezért külön díjjal ismerjük el őket, és szeretnénk emellé komoly marketinget is rendelni, hogy igenis tudja az a vendég, hogyha bemegy egy strandra, hogy a bejáratnál, ha lobog egy kék hullámzászló, az mit is jelent tulajdonképpen. A Balaton kiemelt üdülőkörzetének települései nagy lehetőségeket várnak az uniós pályázatoktól. Elképzelésük szerint a közös pályázás is sokat segítene a most pénzhiányos fejlesztések megvalósításában. A szövetség a közgyűlésen adta át a Balatonért kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek a Balaton díjat. Kitüntetett lett Schildmeier Ferenc, balatonalmári helytörténésze, aki publikációival, a nevével jelzett könyvekkel és kiadványokkal nem csak a helyi értékek megőrzésében szerzett elévülhetetlen érdemeket, hanem a Balaton népszerűsítésében is. A díjat távollétében Keszei János polgármester vette át. Díjazott lett Barcsi János, aki a Mozdulj Balaton elnevezésű, a Balaton egészét átölelő szabadidős sportprogramokat szervezi és koordinálja 2004-től kezdődően. Elsősorban nagyon nagy megtiszteltetés jelent, elismeri azt a munkát, amit évek óta a Balatonfejlesztési Tanács megbízásából a helyi vezetőkkel, polgármesterekkel és a strandokkal végeztünk. Én gyerekkorom óta imádom a Balaton, életelemem a mozgás, a sport, és azt csinálom, amit legjobban szeretek az életemben. Posztumusz díjat kapott dr. Lázár János, a szövetség korábbi titkára. A díjat özvegye vette át az elnöktől. Érintették még a tanácskozáson a Balaton vízszintjének szabályozását, a horgászturizmus fejlesztését, valamint egységes fellépés szükségességét sürgették a tagok a balatoni üzletek vasárnapi zárvatartásával kapcsolatban. Sümegen tartotta kihelyezett frakcióülését az MSZP. Az üléspontjai között szerepelt az április 12-i választás. Szeretnénk jelezni, Pat Ferenc győzelme a Fidesz bukását hozza április 12-én. A választás egy Jobbik Fidesz koalíció, vagy az egyetlen ellenzéki párt, amely képes és alkalmas a Fidesz megbuktatására. Tóbiás József pártelnök a sajtótájékoztatón kitért az üzletek vasárnapi nyitvatartására is. Szerintem ez az embereknek a szabadságának abszolút korlátozásáról szóló kérdés. Ma már kiderült, hogy tanulmányok igazolták, hogy
semmi értelme nem lett annak, nem volt értelme annak, amit a kormány bevezetett. Embereknek el kell tudni döntenie, hogy saját maguk alakítják ki a szokásaikat. Ők döntik el, hogy dolgozni akarnak-e, vagy ők döntik el, hogy éppen bevásárolni akarnak. Ha a Fidesz és a Jobbik ugyanazt gondolja a vasárnapi zárvatartásra, akkor az legyen világos. A Magyar Szocialista Párt, amint lehetősége van rá, legkésőbb 2018-ban minden üzletet, amely ma vasárnap zárva kell tartson, azt kinyit. Azért, hogy az emberek döntsék el, hogy vasárnap vásárolni akarnak, vagy vasárnap dolgozni kelljen még nekik, vagy vasárnap a családjaik mellett pihenjenek. Az elnök kitért arra is a tájékoztatón, hogy milyen problémákat látnak itt a térségben. Térség háromosztatú, társadalmilag is egyidejűleg van benne a fejlődés, a munka lehetősége Ajka és térségében, és egyidejűleg van jelen a lecsúszás, a nyomornak a kihívása, és egyidejűleg van az elvándorlás. Rengeteg ember él ebben a térségben, akik Ausztriában vagy Európában keresnek megélhetést saját maguknak, szétszakított családok vannak, apa vagy anya külföldön dolgozik, a család többi része itthon van. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ne keletre zárkózzunk be, mert akkor még a munkájukat is elveszítik, a megélhetésüket. És igen, kell keresni azokat a helyi kezdeményezéseket, azokat az együttműködési, gazdasági együttműködési formákat, amelyek révén itthon maradnak az itt élő emberek, és itthon is tudnak boldogulni. Mert a boldogulás a kulcs. Meg tudjon élni abból a bérből, amit munkájával megszerez az ember. A héten tartott sajtótájékoztatón Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta, fontos odafigyelni Tapolca egészségügyi ellátására. Ezzel kapcsolatban konzultációt tartott Zombor Gáborral, az egészségügyi tárca államtitkárával. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje a kórház udvarán tartott tájékoztatón elmondta, nem ez az egyetlen értekezlet a témával kapcsolatban. Az utóbbi hónapokban számos megbeszélésen és fórumon vett részt Tapolca és térsége egészségügyi ellátásával kapcsolatban. A konzultáció végkövetkeztetése számomra elég egyértelmű volt. Mindannyian örülhetünk annak, hogy jelenleg egy 2,3 milliárd forintos fejlesztés zajlik a tapolcai kórházban, de ez nem elég, erre többre van szükség. A folyamatban lévő fejlesztések mellett meg kell erősíteni a sürgősségi ellátást, új eszközöket kell beszerezni, és bővíteni kell az aktív ágyak számát is. Konzultációkat követően a múlt héten autóba ültem, felmentem Budapestre, és tárgyalásokat folytattam Zombor Gábor államtitkár úrral, és kértem arra államtitkár urat, hogy jöjjön le Tapolcára, és személyesen is győződjön meg az itt folyó munkálatokról. Köszönettel vettük, hogy államtitkár úr rendelkezésünkre állt, és ma a kórház vezetőivel további egyeztetéseket tartottunk. Örömmel mondhatom, hogy egyetértés van köztünk a legfontosabb teendők ügyében. Mindannyian azt szeretnénk, hogy az itt ülők magas színvonalú ellátásban részesüljenek a jövőben is. Zombor Gábor államtitkár a tájékoztatón azt emelte ki, hogy a megyei közgyűlés készíti a fejlesztési tervét, és a találkozón arról esett szó, hogy a tapolcai kórház fejlesztésével kapcsolatban milyen további segítséget tud nyújtani a szaktárca. Hivatalból, mivel azért többször találkozunk igazgatónővel, főigazgató asszonnyal is, megnéztük azt, hogy hogyan haladnak a beruházások, és azt kell mondani, hogy megnyugtató a helyzet, hiszen nyárra készen lesznek mind a mentőállomás, mind a 2,3 milliárdos beruházás. Októberben, amikor itt voltam az alapkövetételen, akkor azt mondtam, néhányan önök közül is voltak akkor ott, hogy egy olyan lehetőség előtt áll Tapolca és a tapolcai kórház, azokra az adottságokra építve, amelyek ugye, talán Közép-Európában is egyedülállóak, és egy nagyon jól átgondolt rehabilitációs, tüdőgyógyászati rehabilitációs fejlesztéssel, ami nagyon komoly lehetőséget ad, hogy országos szinten is, vagy akár európai szinten is tudjanak betegeket fogadni, de akkor elmondtam azt is, hogy ez nem működik anélkül, hogyha nem kerül vissza aktív ellátás ebbe a kórházba, és maga a fejlesztés ki fogja kényszeríteni azt, hogy bizonyos nagyságrendben újra legyen ilyen ellátási lehetőség. És amikor áttekintettük
a fejlesztést és a beruházásokat, akkor egyértelműen látszik, hogy a egynapos sebészeti fejlesztés az országosan is példaértékű lesz, hiszen ez a cél, hogy azokban a városi kórházakban, ahol a kapacitás, az ellátandó lakosság száma nem teszi lehetségessé, hogy egy nagy minden disziplinát kiszolgáló kórház működjön. Három megoldás van a hosszú távú működésre. Az egyik az egy teljes profilú egynapos sebészeti ellátás, amely itt meg fog valósulni, hiszen jelenleg ugye két napban működik, és egy olyan műtő, olyan fekvőháttér jön létre 10 ágyon, és abban állapodtunk meg, hogy a egészségbiztosítási pénztár, mivel a fejlesztés megvalósításához szükséges, finanszírozni fogja azt, hogy minden nap lehessen egynapos sebészeti ellátásokat végezni ebben a kórházban, és minden nap más profilban, tehát az a két szakma, ami jelenleg megjelenik, az kibővül 5-re, és ilyen szempontból egy olyan példa lesz az elkövetkező szakban, ami a egész átalakítási folyamatra hatással lehet, ami Tapolcán történik. A másik ilyen kérdés a belgyógyászati sürgősség és a belgyógyászati ellátás, ami részben a rehabilitációs fejlesztésekkel szervesen kell, hogy kapcsolódjon, de az a 141 ágy, ami itt tüdőgyógyászatban, krónikus belgyógyászatban, rehabilitációban rendelkezésre áll, és amellett ugye 6 nappali belgyógyászati ágy fejlesztése is megvalósul, igényli azt, hogy legyen egy olyan kontingens ezen belül, ami aktív belgyógyászati ellátást tud biztosítani. És ez is példaértékű lesz, hiszen egy olyan belgyógyászati mátrix jön létre ebben a kórházban, amelyet szeretnénk, hogyha a városi kórházak mintája lenne, és megfelelő betegségekben, mind sürgősségi szempontból, mind pedig a belgyógyászati ellátás szempontjából az ott a szintű, progresszivitási szintű ellátást tudná biztosítani, ami egyébként szükséges. És még egyet szeretnék mondani, hogy miért lesz jó a Tapolcai Kórháznak és Tapolcának is ez a fejlesztés. Ahogy elmondtam, nagyon komoly lehetőségek vannak ebben a kórházban, az adottságokban, és nagyon komoly gyógyturisztikai lehetőséget is látunk abban, hogy nem csak a magyar betegek ellátásában, hanem akár külföldi betegek ellátásában is részt tudjon venni a kórház, és ehhez egyébként megint csak szükséges, hogy a szélesebb profil tudja ellátni. De természetesen fontos az, hogy az itt élők biztonságban érezzék magukat, ezért a központi ügyelet, a belgyógyászati sürgősség, a sebészeti sürgősség, az egynapos sebészet és a belgyógyászati mátrix a rendelkezésükre kell, hogy álljon, hogy akinek itt problémája van, az itt tudjon megfelelő szintű ellátást kapni, és hogyha súlyosabb, komolyabb problémája van, akkor megfelelő állapotban tudjon egy magasabb szintű osztályra vagy intézménybe kerülni. A Püspöki Palota és a Sümegés térsége TDM közösen kiírt képeslap pályázatára beérkezett legjobb munkákból rendezett kiállítás megnyitója március 28-án 16 órakor kerül megrendezésre a Püspöki Palotában. Köszöntőn mond Egli Márk, Sümegés térsége TDM elnöke. A kiállítást megnyitja és a díjakat átadja Mágyus Károly, a MAFOSZ Közép-Dunántúli regionális alelnöke, a Bakony Futóklub elnöke. 2015 a Fény Nemzetközi Éve címmel programsorozatot hirdetett a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola. Az előadásokra korlátozott számban regisztrálhatnak előzetesen a sümegélyek az iskola titkárságán. A belépés ingyenes. Múlt hét pénteken a Föld közelben a világűr, avagy hogyan változtatja meg mindennapi életünket az űrkutatás címmel tartott előadás dr. Bacsárdi László egyetemi docens. Április 1-én 11 órától dr. Botelőd fizikus, csillagász, a Magyar Asztronautikai Társaság alelnökének,
A Magyar Űrkutatási Iroda volt igazgatójának előadását hallgathatják meg a Művelődési Házba látogatók az Élet a Nemzetközi Űrállomáson, avagy Magyarok a Világűrben címmel. Szintén április 1-én 14:30-tól a gimnázium díszterme ad otthont az író-olvasó találkozónak bot előtt közreműködésével. Április 10-én pénteken a Pannonvár Színház előadásában a Balfácánt vacsorára végjáték két felvonulásban produkciót tekinthetnek meg az érdeklődők a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban. Jegyár 2500 forint, nyugdíjas és diákjegy 1900 forint. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Április 18-án szombaton 17 órakor a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban rendezik meg az Alakrem Hastánc gálát. Fellépnek a zalaegerszegi Ezer Rózsa kertje, a székesfehérvári Török Anna zára, a zalaszentgróti 1001 éjszaka csillagai, a sümegi Alakrem orientális tánccsoport és Miola Nikoletta tanítványai. Jegyek 800 forintos áron elővételben válthatóak a Művelődési Központban. További információk a képernyőn olvasható elérhetőségeken. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ ad otthont a 7. Dunántúli táncversenynek, melyet április 25-én szombaton 10 órától rendeznek meg. Látványos koreográfiák, tánc, különböző műfajokban és jó szórakozás várja az odalátogatókat. Belépője egy 500 forint. Húsvétváró családi délutánra várják az érdeklődőket a Csabrendeki Művelődési Házba, április 28-án szombaton 14-től 17 óráig. A délután folyamán élő forrás alapfokú művészeti iskola Csabrendeki Néptánc csoportjának bemutatója, húsvéti kiállítás a könyvtárban, kézműves játszóház, Csíkné Bardon Rékával tojáspatkolás és kézműves vásár várja az érdeklődőket. Tavaszi programjaira is nagy szeretettel várja az érdeklődőket a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont. Tisztelettel meghívnak minden kedves érdeklődőt Rába Judit grafikus művész, Réma című grafika és fotó kiállításának megnyitójára március 27-én 17 órára a Művelődési Központ kiállító termébe. A kiállítás megnyitja Csala Zsuzsa üvegtervező iparművész. A kiállítás április 10-éig tekinthető meg munkanapokon 9-től 16:30-ig. Március 28-án 15 órakor húsvéti alkotó foglalkozásra invitálják a felnőtteket a Művelődési Központba. Ünnepi dekoráció készül vesszőből. Szükséges eszközök olló, metszőolló, részvételi díj 1000 forint. A Pápai SK társulat előadásában Molnár Ferenc játék a kastélyban vígjátékot tekinthetik meg az érdeklődők. Április 2-án 19 órakor a Bródi bérlet, április 3-án 19 órakor a Tamási bérlet, majd április 4-én 19 órakor a Nagy László bérlet keretein belül a Művelődési Központ színház termében. Április 7-én 16 órakor a Nosztalgia Nyugdíjas Klub locsolóbája lesz megtartva a kaszinóban. Az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont és a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány 2015-ben megrendezi a Nagy László vers és prózamondó találkozót április 11-én és 12-én. Szombaton 10 órától lesz az első forduló, vasárnap 9 órától a döntő. Helyszín a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont. Nevezni egy Nagy László vers, próza vagy műfordítás és egy szabadon választott magyar mű megjelölésével lehet. Korcsoportok, első, 5 és 6 osztályos tanulók, második, 7 és 8 osztályos tanulók, harmadik a középiskolások és negyedik kategória a felnőttek. Jelentkezési határidő 2015. április 4-e. A döntő helyezettjei értékes díjazásban részesülnek. Az Iszkázi Nagy László Emlékház a találkozó szombat délutánján műsorral várja a rendezvény résztvevőit és közönségét. Vendég a Sebeű Együttes. Információk a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Április 16-án 19 órakor a Művelődési Központ színház termében a Bolha a fülbe végjáték tanúi lehetnek az érdeklődők. Szeretettel várnak mindenkit egy vidám estére. A Duma Színház humoristái várják a nevetni vágyókat a Művelődési Központ színház termében bérletes előadásaikra. Április 22-én, szerdán 19 órakor a Szomszédnéni Produkciós Iroda és Hatházi László gondoskodik a jó hangulatról, míg május 20-án, szerdán 19 órakor Aranyosi Péter és Kőhalmi Zoltán neveteti meg a jókedvre vágyókat. Jegyek elővételben a Szabadidőközpontban és a dumaszínház.jegy.hu oldalon kaphatóak. Április 25-én, szombaton 15-től 20 óráig várnak minden érdeklődőt a Fiatalok Napjára, az Extrém Sportpályára. Fellép a Mangóz Rajz 19 órakor. A rendezvény ideje alatt roller, mountain board, gördeszka, BMX, görkorcsolya, street workout, parkour, free run. További információk a képernyőn látható elérhetőségeken.
Az Összefogás Nyilárdért Egyesület a Királyné kedvenc virága címmel kézműves pályázatot hirdet. Pályázni saját készítésű alkotásokkal lehet, melyeket az Ibolya motívum díszít az alábbi kategóriákban. Hímzés, kötés, horgolás, varrás, dekopás, gyöngy és egyéb alkotások. A pályázati munkákat április 30-áig kérik eljutatni az Összefogás Nyilárdért Egyesület székhelyére. További információk a képernyőn láthatóak. A Vokeba Csenny János Művelődési és Oktatási Központ a Folytasd, mit félbehagytál, folytatjuk, mit félbehagytál címmel. A Cseh Tamás program keretében március 28-án szombaton a Kávészünet zenekart látja vendégül. A program támogatója a Cseh Tamás program és a Nemzeti Kulturális Alap. További információ a képernyőn és a Voke elérhetőségeim. A Voke által szervezett tojásdíszítő verseny eredmény hirdetésére és a kiállítás megnyitójára szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt március 29-én vasárnap 16 órára. A Bacsányi Tánc Együttes és a Basic Tánc Stúdió április 18-án bemutatja a Tánc Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő egésznapos tánc a Székely Kapunál elnevezésű produkciót. Március 31-ig várják a táncos rodeóra a csapatok jelentkezését a képernyőn látható elérhetőségeken. A Tamási Áron Művelődési Központ vár minden kedves érdeklődőt programjaira. Március 28-án szombaton 15 órától rendezik meg a Katonadal Fesztivált. Fellépnek a Szivárvány Népzenei Egyesület, a Buzavirág Népdalkör, a Szent István Népdalkör, a Forrás Népdalkör és Hajnal Citera Együttes, a Magyar Tenger Népdalkör, a Balatonfelvidéki Sorstárs Népdalkör, a Balaton Dalkör, a Csobánc Népdalkör és a Bacsányi Népdalkör. A belépés díjtalan, minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Április 7-én kedden 18 órára várnak mindenkit, és a levelek lehullottak, Tapolcai Centenáriumi Emlékprogram az első világháború évfordulója alkalmából megrendezett programra. Előadó Hangodi László történész. A Zene nélkül mit érek én programsorozat keretein belül április 15-én 19 órakor a Máté Péter emlékkoncerten fellép Tóth István és Vingli György. Jegyár 500 forint, további információk a Művelődési Központban. A Filharmónia bérlet keretein belül április 28-án a Muzsikás Együttes hangversenyét hallgathatja meg a közönség a Művelődési Központban. A Csermák József rendezvénycsarnok szervezésében a festői környezetű Malomtó partja ad otthont április 10-től 12-ig tartó 9. Tapolca tavasz az Elfeledett Mesterségek Fesztiváljának a jazz és blues zene jegyében. Április 10-én, pénteken kezdődő programon a Holló Együttes gyermekműsora után ünnepi megnyitó beszédet mond Dobó Zoltán polgármester, majd a Mrs. Kalambó hölgyei varázsolják el hangjukkal a közönséget. A szombati napon fellép a Nyirettyű Népzenei Együttes, SS Viktória Palásti Máté énekgitár duó, a Tördemic Néptánc Együttes, a Creative Sound System, The Bluesberry Band és Mark Ferenc Tátrai Tiborral kiegészülve. A vasárnapot a Csuhaj Parádé Vagabanda gólyalábasai köszöntik, majd a Palinta Társulat interaktív családi koncertje következik. Az ebéd alávaló nótáról Salc Gábor harmonika játékával gondoskodik. Délután a Happy Dixieland Band, a Babos Piller Jazz Duo, majd este Török Ádám is a Mini gondoskodik a jó hangulatról. Történelmi játszóház, interaktív mesterségbemutatók, népi játékok gyerekeknek és felnőtteknek, kézműves vásár, gasztrokülönlegességek és finom borok, ez várja az odalátogatókat egész nap. A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A program látogatása ingyenes, további információkért érdemes felkeresni a Csermák József rendezvénycsarnok elérhetőségeit. Folytatódik az előnevezés az 5. Tapolca félmaraton futóversenyre, melyet május 2-án szombaton rendeznek meg. 10:30-tól gyermekfutóverseny, 11 órától pedig a félmaraton startol. Női, férfi, felnőtt, szenior, veterán, illetve nemenkénti váltó, vegyesváltó kategóriában lehet nevezni. Előnevezés, versenykiírás és további információk a rendezvénycsarnok elérhetőségeim. Folytatódik a nevezés a Keszthelyi Kilométerek 2015-ös versenyére, melyet május 23-án és 24-én rendeznek meg. Az idei év az újdonságokról szól, teljesen új pályakialakítás, klimatizált pálya, új programterv várja a nevezőket. Sprintfutamot indultanak pünkösd vasárnap délelőtt, 2,5 és 5 kilométeres körpályára várják a rövidebb távok szerelmeseit. Újdonság az is, hogy a félmaraton és a maraton rajtja délután kezdődik, kimélve ezzel a versenyzőket. Este koncertek szórakoztatják a közönséget, például a kompakt diszkó fellépésére látogathatnak el az érdeklődők. Versenykiírás és nevezés a www.keszthelyikilométerek.hu oldalon.
Sümegen ülésezett az MSZP frakciója, ahol téma volt többek között az áprilisi választás és a térség problémái. A finisébe érkezik a kampány, ugye az április 12-i választást megelőzően, és ez csak véletlen egybeesés, de ilyen értelemben nagyon sok személyes élményről tudok beszámolni. Sajtótájékoztatót tartottak a héten Sümegen a családtámogatásokkal kapcsolatban. Bízom benne, hogy itt ebben a körzetben is mindenki számára többlet lehetőségeket jelent a magyar kormánynak a családtámogatási rendszere, és külön köszönöm azt, hogy az idén 100 éves védőnői szolgálatnak a szolgálathoz jöhettünk el, és önök adtak nekünk lehetőséget arra, hogy beszámoljunk ezekről az intézkedésekről. A Civil Összefogás Fórum sümegi programjával kapcsolatban Vég László, Sümegváros polgármestere adott interjút. Természetesen engem is megkerestek már az elmúlt néhány hét alatt többször is, hogy szerveződik ez a rendezvény, és egy pillanatig nem volt számomra kérdés, hogy részt veszek majd a rendezvényen. Autós zarándoklatot tartott Sümegen a Civil Összefogás Fórum. A vár messziről a ötkörös irányból érkezőknek megmutatta magát, megmutatta erejét. Maga biztosan, egyértelműen. Magunk fölé emel, a szószoros értelmében magasan tartja a mércét. A Fény nemzetközi éve keretében szervez előadássorozatot a Kisfaludy Sándor Gimnázium. Eden az üstököshöz elküldött az Európai Ügynökség egy szondát. Ez a szonda közel 10 évvel ezelőtt indult el, elindították az üstököshöz, és tavaly érkezett meg hozzá. Következő stúdióbeszélgetésünk vendége volt Jamrik Péter, közbiztonsági tanácsos, a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnöke. Ha ezt a 18 esztendőt egybe kell értékelnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres, eredményes, sok minden történt. Ha időszakokra bontom, akkor természetesen vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Sümegen ülésezett az MSZP frakciója, ahol téma volt többek között az áprilisi választás és a térség problémái. A frakció után sajtótájékoztatót tartott Tóbiás József elnök és Pat Ferenc képviselőjelölt. Nagyon sokszor elhaladtam már a település mellett, és mindig megcsodáltam a várat. Láttam már kivilágítva, láttam nappal, és egyrészt van egy választókerületi kampány. Április 12-én választás van ebben a választókerületben, és nagyon fontos volt, hogy a frakció az itt élő embereknek a problémáival, gondjaival és a lehetőségeiről beszéljen. Fontos az, hogy országos tétje van annak, ami történik április 12-én ebben a választókerületben. Április 12-én arról döntenek a választók, hogy megbuktatják-e politikai értelemben a Fideszt. Pat Ferencre leadott szavazatok ezt erősítik. Másik téma az a Questor ügy. Egyszerűen felháborító és vérlázító, ami ma zajlik ebben az országban. Emberek tízezrei mai napig nem tudják, hogy hozzájutnak-e jogos befizetéseikhez, megtakarításaikhoz, miközben a pilóta játékban, ahogy szokás, a tetején valakik úgy szállnak ki, hogy mindent megkapnak. Fölvetődik a kérdés. A külügyminisztérium honnan szerezte az információit, hogy hogyan és mikor kell kivennie a Questorból a pénzét? A Magyar Nemzeti Bank elnöke 4 hete nem áll a nyilvánosság elé, és nem mondja el az embereknek, hogy hogyan fognak a pénzükhez hozzájutni. Azt követeljük, a jegybank elnöke álljon a nyilvánosság elé, és a Magyar Nemzeti Bank nyerességéből fizesse ki a károsultakat, amit Rogán Antal pedig benyújtott a mai napon, arra az a válaszunk, hogy támogatjuk a törvény mihamarabbi tárgyalását, de eső után köpönyeg. Valóban lassan finisébe érkezik a kampány, ugye az április 12-i választást megelőzően, és ez csak véletlen egybeesés, de ilyen értelemben nagyon sok személyes élményről tudok beszámolni. Ugye járjuk a választókörzet településeit, járjuk a falvakat, városokat, és egyrészt az MSZP iroda által tett felhívás, illetve az MSZP által felajánlott segítség kapcsán, meg ennek az egész Questor ügynek az általam indított kezdeményezése kapcsán naponta keresnek meg. És
Jó tudni önöknek is, hogy milyen személyes élményeim támadtak, milyen személyes élményeim vannak a kampány során, hiszen pont azokkal az emberekkel találkozom, akik a kis emberek, akik, ahogy Tóbiás elnök úr fogalmazott, az egyszerű kis emberek, akik most a pénzüket szeretnék hát visszakapni, és erre egyre kisebb a remény, de reméljük ez nem így lesz. Higgyék el, hogy olyan emberek, akik megállítanak, vagy e-mailen megkeresnek, akik 200-300 ezer forint, nagyon durván hangzik, de azt mondják, a temetésükre tették félre, idős emberek. De olyan emberek is, akik most állnak néhány nappal, vagy néhány év, hónappal a nyugdíjuk előtt, és pármilliós megtakarításaikat tették Vestor befektetésként, remélve azzal, hogy talán az átlagosnál egy icipicivel jobb hozamot remélhetnek, de sehol nem találkoztam olyan, ahol valami extra hozammal kecsegtették volna őket, tehát teljesen nyugodtan, teljesen óvatosan, megkérdezve persze azt, hogy biztosított-e a betétjük, tehát még körüljárva olyan szempontból is, hogy biztonságos helyen tudják a pénzüket, és akkor egy ilyen csalódás előtt állnak. Sajtótájékoztatót tartottak a héten Sümmegen a családtámogatásokkal kapcsolatban. Bízom benne, hogy itt ebben a körzetben is mindenki számára többlet lehetőségeket jelent a magyar kormánynak a családtámogatási rendszere, és külön köszönöm azt, hogy az idén 100 éves védőnői szolgálatnak a szolgálathoz jöhettünk el, és önök adtak nekünk lehetőséget arra, hogy beszámoljunk ezekről az intézkedésekről. A Civil Összefogás Fórum sümegi programjával kapcsolatban Vég László, Sümegváros polgármestere adott interjút. Természetesen engem is megkerestek már az elmúlt néhány hét alatt többször is, hogy szerveződik ez a rendezvény, és egy pillanatig nem volt számomra kérdés, hogy részt veszek majd a rendezvényen. Autós zarándoklatot tartott Sümegen a Civil Összefogás Fórum. A vár messziről a Ötkörös irányból érkezőknek megmutatta magát, megmutatta erejét. Maga biztosan, egyértelműen. Magunk fölé emel, a szószoros értelmében magasan tartja a mércét. A Fény nemzetközi éve keretében szervez előadássorozatot a Kisfaludy Sándor Gimnázium. Eden az üstököshöz elküldött az Európai Ügynökség egy szondát. Ez a szonda közel 10 évvel ezelőtt indult el, elindították az üstököshöz, és tavaly érkezett meg hozzá. Következő stúdióbeszélgetésünk vendége volt Jamrik Péter, közbiztonsági tanácsos, a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnöke. Ha ezt a 18 esztendőt egybe kell értékelnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres, eredményes, sok minden történt. Ha időszakokra bontom, akkor természetesen vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Sajtótájékoztatót tartottak a héten Sümegen a családtámogatással kapcsolatban. Novák Katalin család és ifjúságügyi államtitkár a védőnői szolgálatnál tartott eseményen elmondta, tavaly 50 ezeren részesültek a kisgyermekes családoknak jelentős segítséget nyújtó GyedExtra kedvezményeiben. A politikus azt is elmondta, a megyében nőtt a házasságkötések száma, 2014-ben 11%-kal többen kötöttek. Novák Katalin család és ifjúságügyi államtitkár adott sajtótájékoztatót a héten a családtámogatásokkal kapcsolatban. A politikus a rendezvényen többek között a GyedExtrával kapcsolatos tudnivalókat osztotta meg a védőnői szolgálatnál tartott rendezvényen. Az államtitkár elmondta, hogy a 2014. január 1-jével bevezetett GyedExtra három pillére épülve javít a kisgyermekes családok helyzetén. A GyED mellett is munkát vállalhat a kisgyermekes szülő a gyermek egy éves kora után, több gyermek után is igénybe vehető egyszerre az ellátás, és a felsőoktatásban résztvevő hallgatók is részesülhetnek benne. A GyedExtráról beszélünk, amit szerintem érdemes elmondani, hogy pontosan mit is jelent a GyedExtra. Három fő elemét emelném ki a GyedExtrának. Az egyik, amit munka és gyermek nevezünk, ez arról szól, hogy az édesanyák vissza tudjanak úgy menni az egyéves gyermek mellett már dolgozni, hogy nem csak a munkabérüket kapják meg, hanem minden a gyermek után járó juttatást is. Ez korábban nem így volt, 2014. január 1-től vezettük be ezt a lehetőséget. A másik eleme a GyedExtrának az úgynevezett testvérgyed, ami egy korábbi igazságtalan helyzetet szüntetett meg, hiszen korábban, hogyha egy édesanya gyors egymás utánban szülte a gyermekeket, itt azt úgy kell érteni, hogy három éven belül született meg a következő gyermeke,
akkor mindig csak a legnagyobb gyermek után járó, legkisebb gyermek után járó juttatást kapta meg, és a nagyobbak után járót elveszítette. Ezt orvosoltuk a testvérgyet bevezetésével. A harmadik fontos eleme a gyedextrának az a hallgatói vagy diplomás gyed, ami arról szól, hogyha valakinek van legalább egy év aktív hallgatói jogviszonya a felsőoktatásban, akkor hogyha ott a pár gyermeket vállal, akkor egy év gyedre jogosulttá teszi őket. Ez a rendszer, mi korábban, mivel nem volt megelőző, megalapozó jogviszonyuk, munkaviszonyuk, ez nem volt számukra lehetséges. Ezeket az intézkedéseket azért vezettük be, hogy minél kevesebb család számára jelentsenek az anyagi akadályok korlátot a gyermekvállalásban, és külön köszöntöm a kisgyerekeket is, mert hallom, hogy vannak közöttünk, és örülök, hogy ez is jelzi azt, hogy ezek az intézkedések valóban népszerűek, és örülök, hogy eljöttek ide kisgyermekekkel. Tehát ezeket a gyedextrával járó intézkedéseket éppen azért vezettük be, hogy lebontsuk a gyermekvállalás előtt járó korlátokat, akadályokat, és minden vágyott és tervezett gyermek megszülethessen Magyarországon. Hogy a konkrét számokról is beszámoljak, elmondanám, hogy 2014-ben ezen a három területen pontosan mennyien vették igénybe ezeket a lehetőségeket. Az első, tehát amit munka és gyednek nevezünk, ez a lehetőség, ez 29.111 családot érintett, azaz közel 30 ezer családnak jelent egy új lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy 30 ezer zömében édesanyja tudott visszamenni úgy dolgozni a kisgyermeke mellett, hogy emellett megkapja a nekik járó juttatásokat. Csak hogy tudjuk mihez hasonlítani, hogyha a gyedextrának az első hónapi adatait nézzük, akkor most már kétszer annyian veszik igénybe ezt a lehetőséget, mint a gyedextra első hónapjaiban. A másik az a testvérgyed, tehát amikor minden gyermek után járó juttatást megkapja a család, akkor is, hogyha gyorsan születnek egymás után. Ez 17.852 család vette igénybe. Itt, hogy ezt is jól lehessen érzékelni, hogy ez mit jelent. Tavaly minden ötödik gyermek olyan családban született, ahol a testvérgyedet igénybe tudták venni, és korábban ugye ezt 2014-et megelőzően nem tudták volna igénybe venni. Itt vannak még részadataim, szívesen elmondom, hogy ez mit jelent, hogy van olyan, hogy két gyest kapnak a gyermekek után, 8691 esetben, a gyedet és a TGAS egy időpontban 3392 esetben, és a gyest és a TGAS, azaz most már ugye a terhességi gyermekágyi segélyt, azt csecsemőgondozási díjnak nevezzük, átneveztük ezt a juttatást, 5769 esetben kapják meg, tehát még egyszer közel 18 ezeren vehetik igénybe a testvérgyedet, ez 18 ezer családnak jelent többletet. Ez volt a 2014-es adat, és a harmadik az pedig a hallgatója vagy diplomás gyed. A hallgatója vagy diplomás gyedet közel 400, egészen pontosan 394 hallgató vette már igénybe, vagy fiatal diplomás, hiszen a diplomázás után még egy évig igénybe vehető. Ezt, hogyha az első negyedéves adatokhoz képest nézzük, akkor ötször annyit jelentett. Jelentősen megnőtt az érdeklődés a diplomás gyed után, sőt itt talán azt is kimerném jelenteni, hogy bátrabban vállalnak a felsőoktatási hallgatók, vagy a frissen végzettek gyermeket, hiszen most már mondhatjuk azt, hogy ismerve ezt az intézkedést, a gyermekvállalási hajlandóságukra is kihatott. Hogyha összességében nézzük, akkor a gyedextrának köszönhetően közel 50 ezer, egészen pontosan 47.363 kisgyermekes család járt jobban, mint az azt megelőző években. A kormány minden intézkedésével azt segíti, hogy a vágyó gyermekek megszülethessenek Magyarországon. Természetesen ezt a munkát nem hagytuk abba, további lépéseket teszünk, csak hogy ebből említsek kettőt. Az egyik az az, hogy éppen az idei év közepétől fogjuk bevezetni a SOK-ot, a családok otthonteremtési kedvezményét, ami egy támogatást jelent azoknak, akiknek az otthonteremtés az akadálya a gyermekvállalásnak. Itt már használt lakás, illetve használt lakás vásárlására, illetve bővítésre is igénybe vehető a támogatás, illetve a korábbival ellentétben már egy gyermekvállalása esetén is igényelhetik a fiatalok a családok otthonteremtési támogatását. Bízunk benne, hogy ez éves szinten mintegy 12 ezer családnak jelent majd többlet lehetőséget. Valamint, hogy a családtámogatások egy másik jövőbeli intézkedését emeljem ki, a jövő év elejétől emelkedni fog a két gyermekesek után járó családi adókedvezmény, így 2019-re a két gyermekesek adókedvezménye kétszeresére
fog emelkedni. Én bízom benne, hogy itt ebben a körzetben is mindenki számára többlet lehetőségeket jelent a magyar kormánynak a családtámogatási rendszere, és külön köszönöm azt, hogy az idén 100 éves védőnői szolgálatnak a szolgálathoz jöhettünk el, és önök adtak nekünk lehetőséget arra, hogy beszámoljunk ezekről az intézkedésekről. Fenyvesi Zoltán a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke tájékoztatón azt emelte ki, hogy a kormány intézkedései hogyan hatnak a megyére. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje elmondta, hogy a kormány családtámogatási intézkedéseinek köszönhetően a javuló népesedési folyamatok Veszprém megyében is jól látszanak. A Veszprém megyei közgyűlés alelnökeként nagyon fontosnak tartom és támogatom a keményen dolgozó magyar emberek élethelyzetének a javítását. Ezen dolgoztam eddig is, és a jövőben is szeretnék ezért tenni. Éppen ezért fontos számunkra, hogy támogassuk a kormány családtámogatási rendszerét, és ezt lehetőség szerint terjesszük ki a megyére is, erre a térségre is. Magunk részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezek a támogatások ezek eljussanak a családokhoz, a Veszprém megyei családokhoz is. Az itt élő fiatalok számára pedig nagyon fontos az új otthonteremtési támogatási rendszer. Nagyon sokat várunk ettől az új támogatási rendszertől, hiszen június 1-től újraindul az otthonteremtési támogatás, ez kibővül, sőt örömmel mondhatom, hogy a Szocpolt igénybe lehet már venni a használt lakás támogatására, használt lakás vásárlására és bővítésére egyaránt. Sokat várunk tehát az új otthonteremtési kedvezményektől, illetve ez azért is fontos, mert az új otthonteremtéssel tudjuk segíteni azokat a településeket, amelyek kicsit távol állnak, távol vannak a városoktól is, és tudjuk növelni a városok megtartó erejét. Megyei közgyűlés alelnökeként és későbbiek során esetleg megválasztott képviselőként is sokat fogok tenni azért, hogy ez az új otthonteremtési támogatás az eljusson Veszprém megyei családok számára is. Fontosak az itt élő családoknak ezek a kedvezmények, hiszen én is, és mi is tudjuk, hogy a magyar társadalom legfontosabb építőkövei a családok. Köszönöm szépen! A Civil Összefogás Fórum sümegi programjával kapcsolatban Hüvég László, Sümegváros polgármestere adott interjút. Természetesen engem is megkerestek már az elmúlt néhány hét alatt többször is, hogy szerveződik ez a rendezvény, és egy pillanatig nem volt számomra kérdés, hogy részt veszek majd a rendezvényen. Autós zarándoklatot tartott Sümegen a Civil Összefogás Fórum. A vár messziről a ötkörös irányból érkezőknek megmutatta magát, megmutatta erejét. Maga biztosan, egyértelműen. Magunk fölé emel, a szószoros értelmében magasan tartja a mércét. A Fény nemzetközi éve keretében szervez előadássorozatot a Kisfaludy Sándor Gimnázium. Eren az üstököshöz elküldött az Európai Ügynökség egy szondát. Ez a szonda közel 10 évvel ezelőtt indult el. Elindították az üstököshöz, és tavaly érkezett meg hozzá. Következő stúdióbeszélgetésünk vendége volt Jamrik Péter, közbiztonsági tanácsos, a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnöke. Ha ezt a 18 esztendőt egybe kell értékelnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres, eredményes, sok minden történt. Ha időszakokra bontom, akkor természetesen vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. A Civil Összefogás Fórum sümegi programjával kapcsolatban Vég László Sümegváros polgármestere adott interjút. Köszöntöm az Infotelevízió nézőt, vendégünk Vég László Sümegváros polgármestere. A héten tartott felvonulás a Civil Összefogás Fórum önnyitotta meg a tájékoztatót vagy a fórumot magát a művelődési házban. Nagyon sokan voltak, nem feltétlen sümegiekkel volt el az intézmény, elismert vagy közismert szakemberek voltak itt, önnek kellett fölállni a színpadra. Ilyenkor egy település polgármestere milyen céllal megy fel? Én is nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Hát nyilván itt azért van egy ilyen kettős identitás az embernek, mert valóban Sümegváros polgármestere vagyok, de azt is tudja rólam mindenki, és én sem felejtem el soha egy percre sem, hogy én már több mint 17 éve én a Fidesz-KDNP-ben politizálok, és Fidesz-KDNP színekben lettem ennek a városnak a polgármestere, és ezért gondoltam úgy, hogy
ugye néhány sümegi civil szervezet kezdeményezésére jött a CÖF ide Sümegre 23-án hétfőn, és hát természetesen engem is megkerestek már az elmúlt néhány hét alatt többször is, hogy szerveződik ez a rendezvény, és egy pillanatig nem volt számomra kérdés, hogy részt veszek majd a rendezvényen, ezen a CÖF fórumon, illetve előtte a Szentmisén is, hiszen a CÖF nem is titkolt szándékkal, azért jött Sümegre, hogy támogassa a Fidesz-KDNP jelöltjét, Fenyvesi Zoltánt. Nyilván ezt lehet sokféleképpen kommentálni, az ellenzék ezt, a mostani ellenzék ezt meg is tette, de én úgy gondolom, hogy a CÖF kimondott céljaival teljesen azonosulni tudok. Ők is elmondták ugye, hogy itt főleg a veszprémi választások fényében azért helyre kell tenni néhány dolgot a civil összefogással kapcsolatban. Ugye ott a baloldali jelölt, aki függetlenként indult, ő használta mindig ezt a jelzőt, és azért a Fidesz-KDNP kormány mellett, pontosan a CÖF szervezésében egy nagyon erős civil összefogás volt az elmúlt 5 évben, sőt már régebb óta. Szakítom ezt a civil kifejezést, ezt szabad jobbra vagy balra tolni? Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen nem. A civilnek, a civil szónak persze annyi jelentése van csak, hogy nem politizálnak azok az emberek egy pártban, vagy egy párt kötelékében, de ettől függetlenül nyilván a civil embereknek is van egy határozott világképe, világnézete, és egyébként a mostani kormánnyal, illetve a kormány politikájával én úgy gondolom, hogy a civilek közül is nagyon sokan egyetértenek. Én megkockáztatom még ebben a jelenlegi helyzetben az elmúlt néhány hónap után is, hogy jóval többen értenek egyet, mint a 2010-ben leváltott baloldali pártokkal, illetve szerintem a szélső jobbot képviselő Jobbikkal. Említette, hogy ez egy kampány része volt. Ahogy itt az elmúlt években figyeltem mondjuk az ön kampányát, vagy az elmúlt időszakban Fenyvesi Zoltánnak a kampányát, azért ez nem az önök stílusa, ami ott a művelődési házban történt. Jól látom? Hát nem. Ugye itt olyan szereplők voltak, most elsősorban Bájer Zsoltra gondolok. Persze mindjárt szeretném leszögezni, hogy én Bájer Zsoltot igazából most már több mint 10 éve ismerem személyesen, bár sokat nem szoktunk nyilván találkozni, de 2004-ben találkoztam vele először, és azóta néhányszor, amikor a Történelem főutcát szerveztük itt Sümegen. És én Bájer Zsoltról azt tudom csak mondani, hogy ő igazából egy olyan szereplője a médiának, aki nyilván nem elsősorban politikus, és hát a megnyilvánulásai is ilyenek. De én úgy gondolom, hogy a támogatói körnek, tehát a Fidesz-KDNP-t támogató embereknek, a jobboldali embereknek is szükségük van idézőjelben egy ilyen megmondó emberre, mint Bájer Zsolt, aki néha talán indulatosan, de kimondja azokat a dolgokat, amit nagyon sok ember egyébként gondol, és baráti társaságban el is mondanak egymás között. Én Bájer Zsolttal egyébként nagyjából 99%-ban egyet is értek, tehát amit ő elmondott ott, az mind vállalható. Nyilván, hogy egy politikus általában nem beszél ilyen stílusban, nem használ ilyen szavakat, de hát ez a rendezvény, ez abban az értelemben nem egy politikai nagygyűlés volt. Ez egy civil fórum volt, a CÖF-nek egy fóruma,
ahol a közönség, akik, ahogy ön is mondta, tehát nagyjából, hát legalább a fele, vagy lehet, hogy több, mint a fele a művelődési ház közönségének ugye nem is Sümegről jött, tehát elég messziről, mindenféle városból, a Dunántúl városaiból, illetve Budapestről is sokan érkeztek, és ők azért is jöttek, hát kettős célra, egyrészt, hogy kifejezzék a támogatásukat Fenyvesi Zoltán, illetve Fidesz-KDNP felé, de hát a másik fontos oka nyilván az volt, hogy kíváncsiak voltak ezekre a média szereplőkre, Csizmadia Lászlóra, Lomnici Zoltánra, illetve szerintem a legeslegjobban Bájer Zsoltra. A legutóbbi veszprémi országgyűlési választásnál, amikor a Fidesz jelöltje nem jutott be, akkor a vezetőség úgy kommunikálta a párt részéről, hogy tulajdonképpen a fideszes szavazók távol maradtak, tehát nem a baloldal nyert, hanem a fideszes szavazók nem mentek el. Most, ahogy néztem a művelődési házat, hiányoltam, vagy hiányoztak a fiatalok a közönség soraiból. Ez előre mutat valamit? Tehát, hogy nem tartanak attól, hogy itt is előfordul ugyanez az esemény, mondjuk, mint Veszprémnél, hiszen, hogy mondjam, tehát egy generáció kimaradt ott a nézősorok közül. Valóban jóval kevesebb fiatal volt, mint a viszonylag idősebb korosztály, de én úgy gondolom, hogy ez általában igaz a politikára, tehát hogyha körülnézünk más pártok rendezvényeim, ott is általában és jellemzően az idősebb korosztály vesz részt. Az az igazság, hogy a fiatalok, ez most már egy tendencia hosszú évek, vagy talán több mint 10 éve, egyre inkább passzívak a politikában. Én úgy veszem észre, hogy nem nagyon érdekli őket, sajnos. Ebben az ügyben egyébként valóban van tennivalója, nyilván minden pártnak, de hát én most a Fideszről beszélek. Elsősorban a Fidesznek is nagyon sok tennivalója van, ezt meg is fogalmazták a párt vezetői is már nagyon sokszor és nagyon sok fórumon. Igen, ez országos tendencia. De hogyha a helyi dolgokból indulok ki, itt Sümegen is 2002-2004 táján volt egy népes és nagyon aktív Fidelitas csoportunk, amelyik aztán időközben megszűnt, elköltöztek, kiöregedtek azok a fiatalok, akik akkor még részt vettek a munkában, és azóta nem igazán találtunk olyan aktív fiatalokat, hát olyan számban, akik őket helyettesíteni tudják, de ez sajnos valóban országos tendencia. Ezt meg kell oldani valóban, de hát ez, ahogy mondtam, egy országos probléma, tehát ennek a megoldásának is országosnak kell lenni. Nyilván a fiatalok politika közelbe csábításának olyan speciális módszerei vannak, amit majd aztán kidolgoznak a megfelelő szakemberek. De én azért mondom, hogy én ettől különösebben, tehát hogyha körülnéztünk ezen a sümegi rendezvényen, olyan messze menő következtetéseket nem vonok le, és abból a szempontból pedig pontosan ez a rendezvény, az ilyen jellegű rendezvények szerintem nagyon jók, hogy mozgósító hatásuk van. Én biztos vagyok benne, hogy a Sümeg és Sümeg környéki, mert azért sokan voltak Sümegről is, és a Sümeg környéki településekről nagyon sok ismerős arcot láttam a nézőtéren, hogy ő rájuk volt olyan hatása, hogy biztosan elmennek szavazni, és hát persze természetesen abban is bízom, hogy ez a hatás tovább gyűrűzik ő általuk tulajdonképpen. Tehát, hogy a környezetükben élőket, akik szintén úgy gondolkodnak, mint ők, meg tudják győzni, hogy ez egy nagyon fontos választás lesz. Én bízom benne, hogy itt Sümegen nagy lesz a részvétel, vagy hát viszonylag magas lesz a részvétel, és a felől sincs sok kétségem, hogy Fenyvesi Zoltán itt Sümegen és a sümegi járásban győzni fog, ahogy ezt mutatják is a közvéleménykutatások. Tele volt a művelődési ház ezen a hétfő estén, viszont ez a térség választóinak csak töredéke. Viszont a országos média képviseltette magát, tehát az ország másik végében is tudnak arról, hogy hétfőn mi történt Sümegen. Mit gondol, hiszen mondta, hogy ez a Fenyvesi Zoltánnak a kampányát támogatja meg, hogy
Ez a rendezvény segített a fideszes jelöltnek a bejutáshoz? Igen, én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény nagyban segítette, vagy hozzájárult ahhoz, hogy nőjenek Fenyvesi Zoltán esélyei. Most nem mint fideszes politikus, hanem mint polgármestert kérdezem. Ugye itt volt a CÖF, itt volt az MSZP-nek a frakcióülése, a országos médiától nagyon sokan képviseltették magukat. Jó ez egy településnek, vagy csak egy lufi, ami mondjuk minden csoda három napig tart? Én bízom benne, hogy jó a településnek. Mindenképpen egy településnek, éppen úgy, mint egy embernek, jó az, hogyha a figyelem középpontjába kerül. Ugye ez várható volt persze, tehát ebben nincs semmi meglepő. Mindenki tudta abban a pillanatban, amikor Lasztovica Jenő elnök úr meghalt január elején, és tudtuk, hogy időközi választásokra fog sor kerülni a tavasszal. Azt mindenki tudta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben egy ilyen időközi választásnak nagyon nagy jelentősége van. Tehát nem csak annyi, hogy ki fogja elnyerni ezt a mandátumot személy szerint, vagy párthovatartozás szerint, hanem valóban ez országos politikai jelentőségű lesz, éppen úgy, ahogy Veszprém is volt. Tehát ezt mindenki tudhatta és tudta is, hogy itt nagyjából ilyen forgalom lesz, ilyen nagy figyelem fog irányulni Ajkára, Tapolcára és Sümegre is. Én egyébként nem érzem úgy, hogy Sümegre sokkal nagyobb figyelem irányulna, mint mondjuk Tapolcára vagy Ajkára. Talán ez a CÖF fórum volt az első olyan esemény, ahol tényleg az országos média figyelme ide irányult. De annak nagyon örülök különben, hogy hát nyilván a választásokkal, vagy hát az időközi választással összefüggésben is azért egymásnak adják a kilincset a kormánytagok, az államtitkárok. Ebből mindenképpen profitál a város, és profitálni is fog, hiszen itt azért olyan dolgokról is esik szó a kampány mellett, sőt elsősorban olyan dolgokról esik szó, hogy Sümegnek milyen fejlesztési elképzelései vannak, ezeket hogyan tudjuk összeegyeztetni a kormány elképzeléseivel, hogyan tudunk támogatást szerezni hozzájuk, és ezért nekem, mint polgármesternek kifejezetten jó ez az időszak, és hasznos, és egyébként úgy érzem, hogy ki is használtam eddig is a város szempontjából ezt a néhány heted vagy egy-két hónapot, ami idáig eltelt, és még a hátralévő két hétben is szerintem ez várható. Itt tartotta a MSZP a frakcióülését. Ön fideszes polgármester, ugye az ellenzék tartotta. Az elnök sajtótájékoztatóban elmondta, hogy a térség problémáiról is beszéltek a frakcióülésen. Önt megkeresték, tájékoztatták azzal kapcsolatban, hogy itt lesznek, milyen problémákat látnak, hogy szeretnék megoldani? Nem, Farkas Béla, a helyi MSZP elnöke tegnap, tehát amikor volt a frakcióülés, illetve a sajtótájékoztató, tehát ezelőtt néhány órával tájékoztatott arról, hogy itt Sümegen lesz ez az esemény, de meghívót nem kaptam. De hát én azt mondom, hogy természetesen nem kaptam, és utána sem tájékoztattak különben erről az eseményről. Nem szokás megkeresni a város első emberét? Nem, ezek szerint nem. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Autószarándoklatot tartott Sümegen a Civil Összefogás Fórum. Az eseményt egy szentmisével kezdték a kegytemplomban, majd a helyi művölődési központban a Demokrácia lényege a társadalmi összefogás címmel tartott előadást Csizmadia László, ifjabb Lomlici Zoltán és Bájár Zsolt. Az eseményt megnyitotta Vég László, Sümegváros polgármestere, és felszólalt Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje is. Autózarándoklatot tartott Sümegen a Civil Összefogás Fórum. A városban ejtett rövid felvonulás után a programot szentmisével folytatták. A kegytemplomban megteltek a padok, a résztvevők között pedig megtalálhatók voltak többek között Sümegváros vezetői és Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke is. A mise után a Civil Összefogás Fórum tagjai, az érdeklődők a helyi művelődési központba vonultak, ahol a Demokrácia lényege a társadalmi összefogás címmel tartottak előadást. A megjelenteket Vég László, Sümegváros polgármestere köszöntötte.
Az első előadó a nagy teremben a Civil Összefogás Fórum elnöke Csizmadia László volt, aki többek között felhívta figyelmet arra, hogy egyetlen jelölt képes a térséget képviselni az országgyűlésben. Ez a személy pedig nem más, mint Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje. Az elnök felhívta figyelmet arra is, hogy a legutóbbi veszprémi választásnak nem szabad megismétlődnie. 2014 tavaszán Veszprémben és Tapolcán is győzött a nemzeti érzelmű két jelölt, Navracsics Tibor és Laskovics jelölt. Győztek! Nem kicsi, nagyon! Azóta eltelt egy év, és a kormányzás sikerekben bővelkedik. A keményen dolgozó magyar embereknek a nyugati szakmai körök szerint is jó kormánya van, nem véletlen a tegnapi Standard & Poor's hitelfelminősítése. A Cöccök a önkénteseivel megkezdte a kis és családi vállalkozások alapításának segítését. Szakmai munkánkkal, a Szellemi Honvédő közreműködésével szervezzük a termelői falu közösségeket. Tartózkodunk a szélső jobb és szélső baloldal Andersen-i meséitől, a megfogható tényleges lehetőségek megvilágításával szállítunk hálót a halfogáshoz. Mi nem licitálunk úgy, mint ahogy ezt a Jobbik teszi. Nem mondjuk, hogy 40 év helyett 30 év lesz a férfiak nyugdíj jogosultsági ideje. Azt sem mondjuk, hogy jövőre 5%-os lesz az áfa. Sőt, nem mesélünk arról sem, hogy nem sokára a NAV fogja fizetni az adót az állampolgároknak, és akkor még a 3 forintos kenyérről nem is szólt. Ifja Blomnici Zoltán, a szervezet szóvivője a színpadról többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen közismert személyek foglalnak helyet a nézők között. Hadd jegyezzem meg, hogy itt van körünkben egy olyan nyugalmazott büntetőbíró, aki ha valaki tud az elszámoltatásról, és az, hogy Völgyesi Miklós itt ül, az azt jelzi, hogy jó helyen ülnek önök is. Hogyha a sümegi közösség, illetve Sümeg városa és a vár tekintetében tájékozódunk, és különböző információkat próbálunk gyűjteni, én is ezt tettem, akkor egy nagyon szép idézetre lehet lenni, Hőgyész László Sümegi évszázadai címet viseli ez a költemény, 1989-ben született, és csak egy, ha megengedik, nagyon röviden, hát talán olyanok számára elsősorban, akik nem helyből érkeztek, egy rövid idézetet felolvasnék. A vár messziről a kötkörös irányból érkezőknek megmutatta magát, megmutatta erejét. Maga biztosan, egyértelműen. Magam magunk fölé emel, a szószoros értelmében magasan tartja a mércét. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki itt most összegyűlt, magasan tartja a mércét, és ezt a mércét csak egyetlen egy ember üti meg, Fenyvesi Zoltán. Nagyon szépen. A következő előadó Bájár Zsolt volt, aki az áprilisi választás tétjére hívta fel a nézőközönség figyelmét. Görögországban győzött a Syriza. Európában mindenki szélsőjobbtól szélsőbalig elájult a gyönyörtől. Mindenki elmondta, végre, most itt vannak az új srácok. Ők fognak beinteni Brüsszelnek, IMF-nek, ők majd megmutatják, mi a tuti. Ugyanaz a programjuk, mint a Jobbiknak, senkire tévedjen. Ugyanazt mondják, ugyanazt ígérték, győztek, mint a rohadás. 2 hónap telt el, most hétvégén mászott ki, fölemelt kézzel Tsipras miniszterelnök úr a lövészárok, kicsit hanyat feküdt, vonyított párat, és bejelentette, hogy igen, igen, tisztelettel le fogjuk tenni a reformcsomagot az asztalra, mindenben úgy fogunk eljárni, ahogy önök parancsolják, ugyanis ha nem kapnak 3 hét múlva lét, akkor viszontlátás. És akkor el lehet kezdeni gondolkodni, hogy akkor mi van? És a görögök azok nem szarra guligáztak. Görögországban frankon égtek a Athénban az utcák. Azok nem vicceltek, azok rendőrt is öltek. És ezek után most majd Tsipras hazamegy, és majd megpróbáljuk ennek a görög társadalomnak elmagyarázni, hogy gyerekei, nyugi,
jogi, nem egészen úgy alakult. Most mégis inkább az lesz, ami eddig volt, de azért ti ne borítsátok lángba a hazát. Lehet ezzel próbálkozni, ezt az utat is végig lehet járni. Én egyébként, ha nem lenne túl drága, esküszöm, ha lehetne ezzel kísérletezni, én holnap odaadnám Vona Gábornak az ország, holnap. Mondom, ha lehetne ezzel kísérletezni, holnap odaadnám Gáborom, van 6 hónapon, ilyen a pálya. Azt megnéznénk, 6 hónap múlva összeülnénk, azt megnéznénk, hogy hova jutottunk. Csak ezzel a dologgal nem lehet kísérletezni, ugyanis ez itten a mi hazánk. Ez itten a mi jövőnk, ami meg már rég nem is számít, de ez itt a gyerekeink, az unokáink jövője. És egyedül fontos, hogy mindent el lehet mondani. El lehet odáig jutni, drága barátok, egy 30 éves barátság végén, hogy leügynöközzük Orbán Viktort. És ennek folyományaképpen el lehet addig is jutni, hogy ma már a Bligben mi vagyunk címlapon azzal, hogy 4 órán ültünk fogászati kezelés. Mert Lajosunk itt tart. Ekkora az embert még nem láttak, mint Simicska Lajos. Ő itt tart. Ezt mind el lehet mondani, és mind végig lehet csinálni. Csak van egy szomorú hírem. Nincs más. És ezt az országot, ahogy a Népszabadság szeretve tisztelt vezércikke kénytelen volt ma megírni, ezt az országot mi konszolidáljuk. Sajtótájékoztatót tartottak a héten Sümegen a családtámogatásokkal kapcsolatban. Bízom benne, hogy itt ebben a körzetben is mindenki számára többlet lehetőségeket jelent a magyar kormánynak a családtámogatási rendszere, és külön köszönöm azt, hogy az idén 100 éves védőnői szolgálatnak a szolgálathoz jöhettünk el, és önök adtak nekünk lehetőséget arra, hogy beszámoljuk ezekről az intézkedésekről. A Civil Összefogás Fórum sümegi programjával kapcsolatban Vég László, Sümegváros polgármestere adott interjút. Természetesen engem is megkerestek már az elmúlt néhány hét alatt többször is, hogy szerveződik ez a rendezvény, és egy pillanatig nem volt számomra kérdés, hogy részt veszek majd a rendezvényen. Autós zarándoklatot tartott Sümegen a Civil Összefogás Fórum. A vár messziről a 5-körös irányból érkezőknek megmutatta magát, megmutatta erejét. Maga biztosan, egyértelműen. Magunk fölé emel, a szószoros értelmében magasan tartja a mércét. A Fény nemzetközi éve keretében szervez előadássorozatot a Kisfaludy Sándor Gimnázium. Eden az üstököshöz elküldött az Európai Ügynökséges szondát. Ez a szonda ez közel 10 évvel ezelőtt indult el, elindították az üstököshöz, és tavaly érkezett meg hozzá. Következő stúdióbeszélgetésünk vendége volt Jamrik Péter, közbiztonsági tanácsos, a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnöke. Ha ezt a 18 esztendőt egybe kell értékelnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres, eredményes, sok mindentől. A Fény nemzetközi éve keretein belül szervez előadássorozatot a Kisfaludy Sándor Gimnázium. Múlt hét pénteken, Földközelben a világűr, avagy hogyan változtatja meg mindennapi életünket az űrkutatás címmel tartott előadást dr. Bacsárdi László egyetemi docens. Most ebből az előadásból láthatnak egy összefoglalót. Felhívjuk az Infotelevízió nézőinek figyelmét, hogy a következő előadás április 1-én 11 órakor lesz, melyet dr. Botelőz fizikus csillagász tart. A belépés díjtalan. Az Informatikai és Gazdasági Intézet igazgatója, 2009 óta a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkára, és hát egészen fiatalon már díjakat kapott. 2005-ben Sopron ifjú tehetsége kitüntetést, 2008-ban Magyar űrkutatásért emlékérmet. 2012 óta az ENSZ támogatásával működő Nemzetközi Űrkutatási Szervezet hazai képviselője, 2014 őszén a Nemzetközi Világűrszövetség űrkommunikációs munkabizottságának tagjává választották. Nemrégiben pedig egy 2016-os
Európai Űrkutatási Rendezvény szervező bizottságának a vezetőjévé nevezték ki. Számos űrkutatáshoz kapcsolódó szakmai és ismeretterjesztő cikke jelent meg. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és átadnám a szót. Nagyon izgalmas lesz a mai témánk is, földközelben az űrkutatás. Az előadásom elején kicsit beszéltem magamról, a feliratkozásról, akkor ez a kép volt a háttérben. Nem hívtam fel a figyelmet arra, hogy ezen a képen látszódik valami. Itt, ez a fehér volt. Ez a felvétel, ez tavaly júliusban készült, július 24-én. Az Európai Ügynökségnek a Rosetta nevű űrszondája készítette egy üstökösről. Nagyon messze volt még akkor tőle, de ezt a felvételt elkészítettem két héttel később is, és akkor már jóval közelebb kerültünk ehhez az üstököshez. És utána idén januárban is készült erről az üstökösről egy felvétel, már sokkal közelebbre ez így néz ki. Ha felnézünk az égre, és majd előbb-utóbb látni fogjuk ezt az üstököst, akkor azt fogjuk látni, hogy egy nagyon hosszú csóvát húzott maga utána az égen, akár szabad szemmel is látható, de ebbe társadalmi is nagyon jól megfigyelhető. Ez itt a csóvája az üstökösnek. Tehát jelen pillanatban az emberiség képes volt arra, hogy eljutasson egy üreszközt egy üstököshez, és meg tudtuk figyelni azt, hogy az üstökös hogyan is működik. Sőt, azon kívül, hogy oda mentünk hozzá, még azt is meg tudtuk figyelni, az üstökösnek van egy nagyon szép hangja és zenéje. Ez nem más volt, mint az üstökös által a mágneses térben keltett változás, mint az emberi fülünk nem tudna hallani, de az ott lévő műszerek érzékelték, és áttranszformálták abba a tartományba, hogy az emberi fül is tudja hallani. Itt az iskolában lehet tanulni arról, hogy vannak denevérek, akik ultrahanggal tájékozódnak, mi nem halljuk az ultrahangot, ők nagyon jól hallják. Hasonló dolog történt itt is, volt egy olyan tartomány, ahol mi fülünk nem hallott volna semmit sem, de itt a transzformálás hatására jól tudtuk áttranszformálni a dolgot, és lehet hallani, hogy ezért az üstökös, ez nagyon szépen az, ki különböző hangokat. Az üstökösről szeretnék mondani pár szót, azért, mert tavaly novemberben egy rendkívül esemény történt ezzel kapcsolatban. Az üstökösnek nagyon hosszú neve van, 67P, ez a rövidebb száma, és olyan itt látható is fent, Churyumov-Gerasimenko-nak hívjuk ezt az üstököst, de ezt az üstökösnek a nevét még az Európai Ügynökség vezetője se szokta mindig kimondani, ilyen hosszan, ennek van egy beca neve, mindenki csak úgy hívja, hogy Churi. Nagyon könnyű megjegyezni, úgyhogy ha nyáron majd ide fog jönni és látjuk, és kimentek megnézni, akkor tudjátok azt, hogy ez a Churi nevű üstökös, egy teljesen hivatalos név. Az Amerikai Űrügynökség, az Európai Űrügynökség is így hivatkozik rá. Tehát vannak nagyon szép nevek az űrkutatásban, nagyon hosszú kifejezések, de megvannak azok a rövid dolgok, amiket mi szoktunk használni, ezt például Churinak hívják. Azért érdekes számunkra ez az üstökös, hát egyrészt nagyon távolról érkezik, és így meg tudjuk figyelni azt, hogy mi történik akkor, amikor egy üstökös egyre közelebb kezd érni a naphoz. Amikor távol van, akkor még nem fényes az égen, azt mondja, egyre közelebb ér a naphoz, hogy ki fog alakulni a csóvája, és egyre fényesebb lesz. A másik dolog, ami miatt az üstökös érdekes számunkra, hogy mindig töprengünk azon, hogy az élet az hogyan is keletkezett a Földön. Többen úgy gondolják, hogy az élet nem a Földön alakult ki, nem a Földről származik, hanem egy üstökös hozta magával. Ezért fontos azt, hogy meg tudjuk figyelni az üstökösöket. Amikor van egy elméletünk, és elkezdünk rá bizonyításokat gyűjteni, akkor ennek mindig kettő kivenete lehet, vagy igazoljuk az elméletet, és akkor boldogok vagyunk, vagy megcáfoljuk, és akkor meg azért vagyunk boldogok. Tehát a kutató életpálya az mindenképpen csak jó lehet, mert vagy igazunk lesz, vagy megcáfoljuk valakinek az állításánk. Erre az üstököshöz elküldött az Európai Ügynökség egy szondát. Ez a szonda ez közel 10 évvel ezelőtt indult el, elindították az üstököshöz, és tavaly érkezett meg hozzá. Ennek a szondának, amit Rosetta szondának hívunk, kevés volt az energiája ahhoz, hogy megtegye végig ezt a távolságot, ezért egy időre hibernálták és bekapcsolták, elaltatták. Ez volt az emberiség történetében az első olyan esemény, hogy egy űreszközt elindítottak, hibernáltak, és utána innét a Földről fel tudták kelteni. Ez olyan, mintha valakit otthon megpróbálnánk felkelteni, de nem otthon van, hanem távolról próbáljuk kivogatni a telefonján, hogy ébredjen fel. Sikeresen kiállta ezt a próbát.
Sőt, itt a Rosetta nevű űrszondának volt egy Philae nevű leszálló egysége, és tavaly novemberben az emberiség történetében összör leszálltunk egy üstökösre, mert a Philae nevű leszálló egység az landolt magán az üstökösön. Meg tudom mutatni ezt a landolást is, mert ennek van egy hangja. Megmutatom még egyszer, mert elég gyorsan játszódott le, csak még ki tudjuk ismét élvezni ezt a hangot. Jó, ezt rögzítették, amikor a leszálló egységünk hozzáért az üstököshöz. Az Európai Ügynökség egy nagyon jó munkát végzett, mert nem csak egyszer szállt el erre az üstökösre, hanem háromszor. Amikor leszállt először a leszálló egység, akkor nem tudott megkapaszkodni benne, és ezért visszapattant a világűrbe. Hogyha most én innét felugrok, akkor a gravitáció nagyon könnyen, nagyon gyorsan visszahozott, de hogyha ezt az ugrást a Holdon csinálnám meg, akkor sokkal több ideig tart, amíg visszaérnék. Itt az üstökös felszínén, ha ekkor átugranék, akkor örökre elhagynám az üstököst. Itt az történt, hogy a leszálló egység nagyon lassan leszállt az üstökösre, de nem kellően lassan, és nem tudott megpaszkodni benne, ezért visszapattant, és annak pár órával később ismét leszállt, megint visszapattant, és akkor utána végül sikeresen landoltunk rajta. Csak azért, hogy lássuk, hogy miért nem triviális leszállni egy üstökösre, ez az üstökös forog, egyrészt két különböző részbe áll, mint az ábra is mutatja, míg össze vannak tapadva egymással, másrészt pedig egyfolytában forog a saját tengelye körül, tehát egyáltalán nem triviális landolni rajta. Főleg úgy, hogy a landolást ezt teljesen automatikus módon végeztük el. Több percig tart, mire innét a rádiójel elér ehhez az űrszondához, tehát itt kiadtunk egy parancsot, hogy majd a következő nap szállj le saját magadtól erre az üstökösre, és 2014-ben eljutott odáig az emberiség, hogy le tudott szállni erre az üstökösre. Ez a leszálló egység három napig működött rajtam, utána sajnos lemerültek a rajta lévő elemek, úgyhogy ha valamelyik jelenlévő diák úgy döntene, hogy mérnök lesz és leszálló egységet tervez, akkor próbáljunk meg egy kicsivel jobb dolgot tervezni, mint amit a szakemberek terveztek. És azért gondolom azt, hogy erre bárkinek van lehetősége itt a teremben, mert ennek a Rosetta nevű űrszondának és a Philae leszálló egységnek a tervezésében több magyar kutató is részt vett. Ők múlt héten vettek át egy nagyon rangos állami kitüntetést ezért a munkáért. De ők nem a kitüntetésre büszkék, amit kaptak, hanem arra, hogy tavaly novemberben le tudtak szállni magára erre az üstökösre. Még annyit érdemes tudni Csuriról, hogy közeledik a naphoz, emiatt a nap egyre többet süti, és ezért előbb-utóbb a Philae nevű leszálló egység fel fog ébredni, mert a napelemek azok feltölthetik az akkumulátorokat. Úgyhogy múlt hét óta az Európai Ügynökségnél az egyes szakemberek azok ott ülnek egyfolytában és hallgatóznak, és arra várnak, hogy a Philae leszálló egység megszuralljon és visszajelezzen. Abban bízunk, hogy ha mondjuk nem is most márciusban, de áprilisban kapunk egy visszajelzést tőle, és akkor tovább tudjuk végezni a kapcsolódó kutatásokat. Következő stúdió beszélgetésünkben a vendég Jamrik Péter, közbiztonsági tanácsos volt, a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnöke, aki többek között a Balaton térség közbiztonságának működéséről számolt be. Vendégem Jamrik Péter, közbiztonsági tanácsos, a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnöke. Üdvözlöm. Üdvözlöm, és üdvözlöm a nézőket is. Megalakulása óta milyennek értékeli a BFT közbiztonsága kapcsolatos eddigi tevékenységét? Hát én 18 esztendőre tudom visszapörgetni az eseményeket. Ha ezt a 18 esztendőt egybe kell értékelnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres, eredményes, sok minden történt. Ha időszakokra bontom, akkor természetesen vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Voltak olyan időszakok, amikor nagyon sok mindent tudtunk csinálni, voltak időszakok, amikor több forrást sikerült erre a területre szerezni, allokálni, felosztani. Voltak időszakok, amikor a tevékenységünk is gyengébb volt, nem feltétlenül összefüggésben a forrásokkal, és hát természetesen voltak forrásmentes vagy kisebb forrásokkal jellemezhető időszakok is. Tavalyihoz képest idén azért szerényebb összeggel kell beérni, vagy gazdálkodni. Elegendő ez a működéshez, vagy mindenképpen kell egyéb forrásokat felkutatni? Mire elegendő ez az összeg? Hát három programunk volt eddig. Mindegyik 4-5 éves, 6 éves ciklust fogott át. Volt a
közbiztonság támogatási program, aztán a rektor programhoz pedig a közbiztonsági együttműködési program. Mindegyik sok szakterületnek a tevékenységét fogta össze, és mindegyik egy tervezésen alapult. Ebből az derült ki, hogy az idegenforgalmi szezon többlet feladataira ezen szervezetek számára, akik a fókuszban vannak, csak a működési költségre egy ilyen 120-150 millió forint jelen értéken lenne szükséges. Ez a működés, üzemeltetés része. Természetesen a fejlesztés az szinte egy nagyságrenddel nagyobb, de minden fejlesztésnek a következménye, hogy utána azt valahogy fönn kell tartani. Tehát a kettő így van összefüggésben. A kérdésére a válaszom az, hogy kevés természetesen ez a forrás, de mindig abból kell főzni, ami van. És azt kell, hogy mondjam, hogy a közbiztonságra a Balatonfejlesztési Tanács példátlanul nagy arányú összeget fordít ide, ami egyébként összegszerűségében szerényebb, mint egy 75%-a a tavalyi esztendőnek. De ha azt nézzük, hogy ezen feladatokra tavaly 220 millió forintból 40 milliót tudtunk fordítani, most meg 70-ből 30-at, akkor az arány az roppant megtisztelő. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen harcolunk, küzdünk azért, hogy egyéb allokálható források is legyenek, sokféle tárgyalásban vagyunk, de maga a mag, az a Balatonfejlesztési Tanács ezen működési forrás lehetősége, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás, illetve hát majd a kötendő szerződések alapján lehet felhasználni. Gondolom most akkor hosszabb távra nem nagyon lehet így tervezni, tehát mik a közelebbi célok? Dehogy is nem. Lehet? Hosszabb távra. 2014 és 2020 között van egy Európai Uniós fejlesztési időszak. Ennek a fejlesztési időszaknak a feladatait tárca szinten, regionális szinten és az operatív programok mentén meg lehet tervezni. Ez elkezdődött, sőt maga a tervezésnek a jelentős része tavaly ősszelbe is fejeződött. Ebben maga a közbiztonság és a víz biztonsága érdekében közel 1 milliárd forintnyi forrásra raktunk le programterveket. Ez 10 integrált programtervet jelent, 20-valamennyi volt a javaslatoknak a száma, de ezt utána szakmailag ilyen csomópontokba szervezve 10 önálló programot tudtunk betenni. Ez a hosszú távú, tehát azt gondolom, hogy ha beindulnak az operatív programoknak a feltöltése és a Balaton kellő figyelmet kap, akkor az a fajta területfejlesztési tevékenység, amit a Balatonfejlesztési Tanács csinált és letett az asztalra, és ebben a közbiztonság egy komoly részt jelent, megindulhatnak a komolyabb fejlesztések. Most az Európai Unió az anyagi forrásoktól eltekintve milyen mértékben vesz ebben részével? Mi az, amikben meg kell felelni az uniós elvárásoknak? Hát természetesen minden olyan szabálynak meg kell felelni, amit az Európai Unió előír, tehát itt a fenntarthatóság, az átláthatóság, a transzparencia, az Európai Unió által elfogadott operatív programoknak való megfelelés, ez mind benne van. Ez nem egy egyszerű játék. Maga a tervezési szakasz idáig is 4 lépcsőből állt. Most ott tartunk, hogy a kormánynak el kell fogadni ezt a programcsomagot, majd az operatív programokra szétdobni. Nyilván a csatornázástól, az idegenforgalmi szálláshelyeken, attrakciókon keresztül sok minden különböző operatív programokban szerepelhet. Aztán jön egy következő lobby tevékenység, hogy ezek operatív programokba ezek az elképzelések hogy férnek bele. Minden esetre a vízzel kapcsolatos tevékenység az egy látványos csomópont, hiszen a Balatonnak nem csak a vízbiztonsága, hanem a víznek az állapota, a vízhozam, a víz mértékének a kezelhetősége, ez mind-mind komoly feladatokat jelent. Egyébként most a jelenlegi állapotban a vízminőség az milyennek tekinthető? Ragyogó a vízminőség, köszönhetően sok mindennek. Az egyik a nagy vízhozam, ugye évek óta nem volt ilyen magas, tehát tavaly hasonlóan magas volt, de voltak mélypontok.
Ebből egyéb fajta gondok is jelentkeznek, hiszen az alacsonyan fekvő területeknél, egy erős északi szélnél ott komoly belvizes, szinte árvizes jellegű jelenségek megjelenhetnek. A vízminőség szempontjából ez feltétlenül kedvező, hiszen folyamatos vízcsere van. Néha vannak lokális problémák, emlékszünk a tavalyi vizes sportnapokra, tehát az úszás napja körüli történetre, de erre oda kell figyelni. Erre egyébként külön akciótervünk is van, hogy ezt milyen módon lehet az ilyen veszélyeket csökkenteni. Mit lehet erről tudni, mert azért volt jó pár éve az nagyon száraz időszak, illetve az utóbbi években az a túlvizesedés, tehát hogy néhány helyen ki is megy a Balaton, tehát ebből milyen tapasztalatokat lehet levonni, merre kell elindulni a védelem szempontjából? Hát ez attól függ, hogy ki mekkora perspektívában gondolkodik. Vannak, akik több száz éves történeteket elemeznek, mások néhány tíz évest. A Balaton a maga geográfiai elhelyezkedésénél fogva nem egy tipikus nagyvizes terület, ez folyamatosan évszázadok óta csökken. Ugyanakkor az ilyen lokális vízhozamok, amelyek a nagyobb esőzések, magasabb hó mennyiség után bekövetkeznek, ezek mindig helyreállítják a dolgot. Pillanatnyilag egy 20-50 éves távlatban nem számol senki azzal, hogy ez alacsonyabb legyen, sőt, bizonyos törekvések vannak arra, hogy egy pár centivel az úgynevezett üzemi vízszintet, vagy nem is tudom a szaknyelven, hogy hívják, mert nem vagyok vízügyi szakember, tehát azt a szintet, amit szabályozási vízszintnek neveznek, azt egy pár centivel magasabban tartsák, pont azért, mert az idegenforgalom és a Balaton ökológiai fenntarthatósága miatt a magasabb víz, a nagyobb víztömeg az egészségesebb. Beszéltünk már az EU-nak ugye a közreműködéséről. Milyen az együttműködés az egyéb szervezetekkel? Gondolok itt a civil szervezetekre. A közbiztonsági testület tagjai, és akkor itt el kell mondjam nagyjából, hogy kikből áll, a három megyei rendőrfőkapitányság képviselője, amit főkapitány helyettesi szinten adnak, a katasztrófavédelem, tűzoltóság, az országos mentőszolgálat, meteorológiai szolgálat, vízügyi igazgatóság, ezek a tipikus szervezetek. A civil szervezet oldaláról ott vannak a vízimentők, a polgárőrök, a bűnmegelőzési testület, az RSO-ét, mint rádiósegélyhívó egyesületet ide is, oda is kapcsolhatom, hiszen közfeladatot lát el, miközben formációjában egyesületként működik. Ők alkotják tulajdonképpen a testületet, tehát a civil szférával, a közbiztonság érdekében működő civilekkel jó a kapcsolat. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy a munkában, mind a támogatott tevékenységekben részt vesznek és szerepet kapnak. És van, amiben ezt még kell, vagy lehet javítani, ezeket az együttműködéseket, illetve újabb részterületeket? Mindenképpen, például az áldozatvédelem az egy olyan dolog, ami hát a közbiztonság okán, annak jó vagy rossz megközelítéséből mindenképpen szerepet kap. Mindig vannak áldozatok, tehát ha kevesebben is, akkor is vannak. Ha több a bűncselekmény, akkor valószínűleg az áldozatok száma is nagyobb. Ezek egy része jogi, fizikai, illetve anyagi védelemre vagy támogatásra szorul. Ez ma még igazából nem integrálódott be a tevékenységben. Nagyon pozitív viszont a bűnmegelőzési tanács. A Nemzeti Bűnmegelőzési Program részeként több olyan feladatot vállaltak föl, amelynek pozitív kihatása van a Balaton idegenforgalmát érintő bűneseteknek az elkerülésére, prevenciókra, felkészülésre, tehát ami elsősorban azért a civil oldalt érinti. Mennyire kimutatható, van erre statisztika, hogy ez a bűnmegelőzés, ez mennyire hatékony Balaton környékén? Hát a bűnmegelőzés a sok mindenből áll. Ugye kezdve onnantól, hogy olyan körülményeket teremtünk, ahol a bűncselekmények elkövetésének a lehetősége korlátosabb,
egész odáig, hogy az állampolgárok, ide érkező vendégek, üdülők tudatosan kezelik ezt a kérdést. Ez mindig egy érzékeny terület, hogyha túl nagyon fölhívjuk rá a figyelmet, akkor azt sokan elrettentésként élik meg. Tehát, hogy eltántorítjuk a vendégeket, mert hogy itt sok esemény van. Ha pedig egyáltalán nem nyúlunk a problémához, akkor látható módon néhány bűncselekmény formában ez megnő. Ilyenek a gépkocsi feltörések, a nyaralókba való besúranások, ilyen a strandi lopások kérdése. Tehát általában nem nagy értékű, vagy nem nagy súlyú bűncselekmények, de olykor ilyen hullámszerűen, akár tömegesen is megjelennek ezek a problémák. Ezért lényeges a bűnmegelőzésnek ez a fajta prevenciós, információs tevékenysége mindenképpen. Egyébként ilyen bűnözési szempontból milyen besorolást kaphatna Balaton, mint régió? Tehát jó, hát jó a közepesen mindenképpen jobb. Nem sok olyan régió van Magyarországon, ahol ennyire integráltan foglalkoznak a szervezetek egyáltalán a közbiztonsággal. Természetesen az idegenforgalmilag frekventált területeken van ilyenfajta együttműködés, ilyen főváros, a Dunakanyar, a Tiszató, a Velencei tó, ezek tipikusan már rendelkeznek ilyen jellegű megközelítéssel. Hát nagy öröm és boldogság, hogy visszanyúlnak hozzánk, kérik az anyagokat, megkapják a terveket, és ebből sokszor tudnak maguknak is profitálni. Az jól hangzik. A mentők, tűzoltók és konkrétan a rendőrség milyen, nem tudom, tehát eszközállományba, illetve emberállományba kell-e még fejleszteni? Vagy mi az, ami mondjuk hiányosságot mutat? Balaton régiónak nagy nehézsége az, hogy rövid időszakra koncentrálódik az idegenforgalom. A rövid időszak az jó esetben meteorológiai helyzettől függően 2 hónap, akár 6 hétre lekorlátozódik, tehát valamikor a júniusi iskola szünet kezdetekor kezd felfutni, és általában tipikusan augusztus 20-ai már szinte rendszeres vihar vagy hidegfronttal be is fejeződik, tehát ez egy nagyon rövid időszak. Ez azért nehéz, mert nem lehet az összes szervezet teljes állományát erre a 6-7, 2 hónapos időszakra úgy szintre hozni, hogy utána azt a maradék 10 hónapban is fönt lehessen tartani. Ezért van szükség fejlesztésre és segítségre. A segítség az általában egy koordinált olyan támogatás, például a rendőrségnél ez tipikus, hogy ide rendelnek erőket a 3 megye távolabbi területeiről, ezen kívül az ORFK, a készenléti rendőrség, kismértékben a terrorelhárítási központ, olyan csoportokat időlegesen vagy hosszabb időre ide tud rendelni, amik a különböző akcióknál segítenek, illetve általában az utcai jelenlétet segítik. A mentőszolgálatnál egy kicsit nehezebb a helyzet. Ők vannak ebből a szempontból a legnehezebb helyzetben, mert ott ez a fajta a mozgatás kevésbé attraktív. Például a légimentés, a helikopteres szolgálatnak a füredi jelenléte az például nagyot lendít ezen a dolgon. De van egy érdekes elem, ez a vízről történő mentés, vagy a vízen történő egészségügyi ellátás kérdése. Ebben egy 5-6 évvel ezelőtt sikerült egy olyan fejlesztést végrehajtani, ami hát szinte példátlan, mert egyedül van. Ez a Rupert típusú sürgősségi mentőhajónak a beszerzése és üzembeállítása. Őket a vízirendészet is riasztja, a mentőszolgálatnak a régiós mentés irányítása is, illetve az ánkai diszpécser központjuk, bevetési irányítási központjuk is direkt módon mozgatja őket. És ez azért érdekes, mert a hagyományos vízimentői csapaton felül 2 egészségügyi képzettségű személyzete is van, az egyik egy mentőtiszt vagy mentőorvos, a másik mentőápoló. Így kint a vízen már meg tudják kezdeni, sok esetben el is végezni azt a beavatkozást, ami kell egy sérüléshez, egy infarktushoz, vagy bármilyen olyan
eseményhez, amihez egyébként szárazföldön mentőautót hívnak. Ennek a hajónak egyébként van egy másik nagy előnye is, hogy amikor a június-júliusi vagy augusztusi nagy sűrű hétvégeken közúton nehéz a mentőautóval mondjuk egy strandra kiérni egy távolabbi helyszínre, vizen néhány perc alatt ugyanezt meg tudja tenni. Ennek milyen paraméterei vannak, illetve nem tudom, tehát viharba is ez? Tehát ilyen ez egy nagy teljesítményű, két motorral rendelkező, közel 10 méteres, pontos hosszát most nem tudom megmondani, bár nem egyszer voltam rajta, hajó, amely 5 fős személyzettel rendelkezik, van kabinja, totál legkorszerűbb navigációs eszközökkel fel van szerelve, rádiókommunikációja az megfelel a kormányzati igényeknek is, tehát a mentőszolgálat, rendőrséget, tűzoltósággal, ezen bizonyos EDR kormányzati rádiórendszeren tud kapcsolatot teremteni. A nautikai hajózási rádiója is van, és a Balatonon most már lassan 10 éve működő Balatrönk, ez a régiós közösségi rádiórendszerrel is rendelkezik, amivel a vitorlás szövetségekkel, sportrendezvényeken, egyéb rendezvényeken meglévő szervezőkkel tud kapcsolatot tartani, plusz az összes saját strandi mentőjével. Ezt a Balatrönk, ez hogy, tehát mennyire kiterjedt ez? Ez mindig mindenkivel kapcsolatban van? Tehát hogy képzeljük ezt a pontosan? Hát ez úgy kell elképzelni, hogy van két nagy bázisállomás, az egyik Csopakon, a másik Fonyódon, ezzel gyakorlatilag lefedi a teljes Balatont. Közel 400 valahány terminál van szanaszét a Balaton környékén, ebben benne vannak a rendőrség, mentőszolgálat központja, vízimentőknél van nagyon sok, sportegyesületeknél, vitorlás egyesületeknél, azon rendező szervezeteknél, akik rendszeresen a balatoni rendezvényeket, kulturális sportrendezvényeket teszik, önkormányzatoknál az ilyen közfeladatokat ellátó önkormányzati szervezeteknél, például Probiót említhetném, úgy tudom, hogy náluk is van, strandokon, és mindegyiknek van egy saját beszédcsoportja, ami a saját forgalmazását teszi, és még ezen felül vannak azok a közös platformok, ahol mondjuk egy Balaton átúszáson az összes ott résztvevő ugyanazt használja, ugyanazzal a készülékkel, ha akar visszalép a saját flottájába, vagy ebbe az ideiglenes közös flottába dolgozik. Egy kicsit visszakanyarodva mentőhajóra, így a Balaton hosszát, egész területét tekintve, hány ilyen hajó lenne optimális? Hát a vízimentők magyarországi szakszolgálata készített erre vonatkozóan már statisztikákat is, és természetesen tapasztalata is megvannak. 3 mentőhajóval ezt az 5 perces időt lehetne tartani. Pillanatnyilag Tihany telephelyjel működik, vagy kikötési helyjel működik a Ruppert, ami azt jelenti, hogy a legfrekventáltabb terület ez a Zánkától, mondjuk Almádig lévő félköri vagy sugarú körében egy 5-8 perc alatt a helyszínen tud lenni. Az igazi az lenne, hogyha a 3 terület, tehát a Balatonnak a keleti, nyugati és középső medencéje egy-egy megfelelő ilyen hajóval rendelkezne. Egyébként tavaly már ebbe történt egy előrelépés, ugyan nem a várt Ruppert, ami egy 70 millió forintos beruházás lenne, hanem egy kisebb hajót alakítottak át, részben saját erőből, részben a BFT támogatásával egy ilyen kisebb, de sürgősségi feladatok ellátására is alkalmas hajóvá, ahol ugyanúgy az újraélesztéshez szükséges eszközök is megvannak, illetve azok, amik egy ilyen sürgősségi ellátásnál a mentőorvos vagy mentőtiszt számára szükséges. Így helyi szinten településekre gondolok, illetve Bisztpart közeli helyekhez, miben lehetne fejleszteni ott is esetleg kis hajókkal, hogy nem feltétlenül szükséges ezeket a nagy mentőhajókat bevetni? Ebben különböző ideológiai viták folynak, hiszen
4 törvény is foglalkozik a mentéssel, hol csak egy is szócska szerepel valahol, például a rendőrség tevékenységénél, ahol úgy szól, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel vízből mentést is végeznek, és ezt teszik is. De ugyanígy van a katasztrófavédelemről szóló törvényben, ahol a tűzoltóság számára is van ilyen feladat. A Vöröskeresztnél, természetesen a mentőszolgálatnál is, ahol szintén eredmény, hogy pár évvel ezelőtt a mentősről szóló jogszabályban magát a mentőhajót és a mentőhajó szükséges egyéb feltételeket is szabályozták. Itt már csak egy pici luk van, a finanszírozás. Az a fajta rendszeres, normatív finanszírozás hiányzik, amitől ez egy biztosan fenntartható folyamat lenne. Tehát ezek a szervezetek, és még hozzáteszem azokat a mondjuk így, hogy önkénteseket, akik egy viharba kimennek, ha meglátják, segítenek, ezek nagyrészt sportegyesületek, mentőmotorosai vagy kísérőmotorosai, leginkább ugye a Vitorlás Szövetség és egyesületeiről beszélhetünk. Ha ezt mind összeadjuk, ez egy igen nagy erő. Ezeket koordináltan érdemes működtetni, és erre a koordinációra az elmúlt években nagyon sok lépés történt. Csak hogy egy példát mondjak, a időjárási helyzet okán kialakulnak olyan szituációk egy évben 2-3-szor, amikor akár egy 3. fokú viharjelzésre is szükség lenne. A szakemberek rágták éveken keresztül, és aztán végül oda jutottunk, hogy marad a 2. fokú viharjelzés, de van annyi eszközállomány, annyi szakképzett személyzet, vízimentőktől, a Bahartot is beleértve, a halászok, a vízirendészet és a vitorlás egyesületek mentőmotorosai, akik egyébként koordináltan képesek kifutni a vízre, és kiürítik szinte a tavat. Tehát amikor az látszik, hogy egy ilyen hihetetlenül nagy hidegfronttal vagy bármivel járó meteorológiai változás következik be, amiből a 90-100 km vagy a fölötti szél is várható, akkor gyakorlatilag 10 perc alatt ki lehet söpörni a vízfelületet. Magyarul ezek a szervezetek egy ilyen esetben riasztható módon, koordinált módon ezt meg tudják tenni. Ez egy kérdéses az, hogy még kell-e újabbakat létrehozni, vagy ezeknek a szinten tartó, illetve fejlesztő tevékenységére kell fókuszálni. Jelenleg a szakmának az az álláspontja, hogy ez utóbbit érdemes megtenni. Már csak azért is, mert a rendelkezésre álló anyagi források azok elég szűkösek. Fontos tényező ugye ez a viharjelzés, amiről említés lett téve. Ezt mennyire lehet még fejleszteni? Tehát éppen úgy, hogy hatékonyan működjön ugye a mentőszervezetek tekintetében, illetve a nyaralóknak is egyértelmű legyen, tehát jól észrevehető. Pillanatnyilag 3 technológia is szolgálja ezt a tevékenységet. Az régi alap, amit látunk mindenhol, ezek a nagy teljesítményű viharjelző lámpák, amik valamikor nagyon nagy fejlesztés árán a kosaras viharjelzést váltották ki, majd illetve a rakétás és kosarast. Ennek volt talán 10 évvel ezelőtt egy rekonstrukciója, amikor a régi forgólámpák helyére ez a nagy feszültségű villanócsöves lámpa került föl. Következő szakaszban ezeknek a bővítése történt meg, tehát 6 vagy 7 új állomás épült, amit részben a lakosok, részben a vízirendészet, illetve kettejük szimbiózisából kijelölt helyekre telepítettek. Majd ennek egy kiegészítő megoldása, ezek az úgynevezett strandi vagy kis viharjelző állomások, ami szintén elég sok van a strandok bejáratánál, vagy kint a vízparton, ami egy strand területén adja ugyanazt a jelzést, mint amit a nagy teljesítményű lámpák. Ennek van most egy 3. szakasza, amikor a ledes technológiára történő cserét rendelt el a katasztrófavédelmi főigazgatóság, illetve adott hozzá forrást. Ennek az a nagy előnye, hogy a karbantartása minimális, és az energiafogyasztása is minimális. Természetesen ezt is ugyanúgy meg kell szokni, mint annak idején a villanócsöves
cserénél is komoly gondok voltak, voltak följelentések, volt ellenállás, és egy szezon után bejáratódott a rendszer. Ez egyébként most a Ledesnél is tavaly megjelent, aminek voltak objektív okai, tehát beállítás, elhelyezési módosításokat kellett tenni, meg kellett szokni, mert ennek a szín képe közelebb áll a régihez, és távolabb áll a villanócsöveshez. Az egy kicsit fehéres árnyalatú volt, az újra ilyen borostyán sárga. Ez egy technológia, ezen kívül van egy második technológia, ami nagyon hasznos. Ez szintén a meteorológiai szolgálat adja ki a információt, Balatönk rádiórendszeren, egy úgynevezett információs csatornán, ugyanúgy bemondja ezeket a változásokat, mint amit a lámparendszeren beállít. Tehát az összes strandi mentő, meg mindazok, akik kint vannak a vízen és ezt a rendszert használják, megkapják. És van a legkorszerűbb, ezek az applikációk, a mobiltelefonos vagy az okostelefonos applikációk, amely ugyanezt a jelzést már személyre lebontva adja. Én azt gondolom, hogy ez a jövő igazából, hiszen olyan mértékben fejlődik a mobil kommunikáció és terjed el az okostelefonoknak a alkalmazása, hogy ma már szinte minden, azt mondom, hogy horgászcsónakban szinte ez megjelenik, vagy megjelenhet, hogy valahol ez a jövő útja. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Tartsanak velünk hétfőn és szerdán 18 órától az ismétléssel, szombaton 16 órától pedig a külön kiadással. Viszontlátásra!